Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt az InnerTaste világában. Ma mítosz rombolással fogunk foglalkozni. Tartsatok velünk! Ne sajnáljuk róla a sót, egy nagy darab hússal van dolgunk. Nagyjából elosztom a fűszereknek a mennyiségét, az egyik felét az egyik oldalára, másikat a másikra fogom fölvinni. És nem a masszázs. Masszírozásra azért van szükségünk, mert a fűszerek voltatlanul egymásra rakódnak, ahogy rádobjuk a húsra, és hogyha nem dörzsöljük rá a felületére, akkor nem biztos, hogy rátapadnak. Most kerüljenek a húsaink a tepsikre, és bedobjuk őket a sütőbe. Az egyiket le fogom fedni fóliával, míg a másikat nem, és nagyjából egy ilyen 150 fokon fogom majd őket sütni egy két és fél órát. Itt van a húsok a tálban, az egyik alá fogok egy kevés folyadékot önteni, maximum egy deciliter vizet. Dobok rá egy két réteg fóliát is. És most bekerülnek a sütőbe. Ameddig sül a húsunk a sütőben, bőven van időt arra, hogy a mászt elkészítsük hozzá. Mi kell ehhez a mászhoz? Paradicsompüré, némi méz, és már rögtön beleszórtam egy három darab babérlevelet. Mozsarazzunk egyet. Szükségünk van koriandermagra, egy kis fahé, és egy kis izommunka. Bedobom a fűszereket a mázba. És természetesen megsózom. Nem lehetne ez igazán jamaikai, hogyha nem tartalmazna némi csilit. Itt van a kezemben ez a csodálatos, piros, habanero csili. És most összevágjuk jó apróra. Benne van a fűszer, benne van a habanero, minden egyéb, ezeket most össze fogom keverni némi olaj társaságában. Most fogom ezt a makkömérőt, meg egy másikat, és beszúrom. Ellenőriztem a húsainkat, nagyjából egy 20-25 percen vannak bent a sütőben. A lefedett, vízzel teli edényben lévő hús makkőmérséklete most 55 fokon van. A nem lefedett, szárazon a serpenyőben lévő hús pedig 74 fokon. Már most látszik az, hogy a lefedett húsunk sokkal lassabban melegszik át, mint a nem lefedett. Ez annak köszönhető, hogy a tepsin belül vízgőz keletkezik, és ez a vízgőz meggátolja, hogy a tepsin belül a hőmérséklet följebb menjen a kívántnál. Ha lefedjük a húsunkat és vizet teszünk alá, akkor ezzel is a sütő dolgát könnyítjük meg, így megsegítjük a húst, hogy minél lassabban tudjon az átmelegedni, minél kíméletesebbek vagyunk vele hő szempontjából, annál több szaft marad odament a húsban. Most kerül rá a máz, följebb vettem a sütő hőmérsékletét most egy 180-190 fokra, és 2-3 rétegben fogom megkenni őket, és szépen rá karamellizálni ezt a ketchupös, mézes, zöldfűszeres mászt. Ettől válik igazán jerkére a jerk. Minden egyes körben érdemes újra fölvinni rá, és minden egyes kör után sütni rajta egyet, így lehet több rétegben ezt a kicsit vastagabb, ragacsos kérget kialakítani. Dobjuk vissza a sütőbe. Megsültek a jamaikai jerk oldalasaink. A jobb oldali képtában van az, amit lefettünk és vízzel sütöttünk, a bal oldali pedig fedés nélkül sült.
nyomjon bele. Itt látható előttem a két jamaikai csörk oldalas. Ezen az oldalon a vízzel, fóliával sütött darab látható, ez pedig a fólia nélkül sült. Ha megnézzük a kettő között a különbséget, egyértelműen látszik, hogy a fólia nélkül sült sokkal tömörebb, sokkal inkább egyben van, lévén, hogy több folyadékot vesztett a sütés során, mert a vízpára híján, mivel hogy nem volt lefedve, följebb ment a naphőmérséklete. Ellenben a fóliával lefedett vízzel töltött edényben a húst sokkal lazább a szerkezete, sokkal több szaftot tartalmaz. Illetve nem elhanyagolható különbség, ha megnézzük a kettő között, egyforma méretten indultunk mind a kettőnél, a lefedett és a nem lefedett között azért méretben is van bőven különbség. A nem lefedett sokkal inkább összezsugorodott és sokkal több folyadék távozott belőle a tepsiben. Tálaljuk is meg ezt az ételt, valahova a tányér sarkába halmozok egy kis salátát, egy kevés olaj, csak egy kevés só, és már is jöhet a két különbözőképpen megsült jamaikai zsörk oldalas. Jó, két vágyat!